Jó reggelt kívánok mindenkinek itt a béketéri piacon, akár árusít, akár vásárol, tisztelt képviselő urak, képviselő hölgyeim még nincsenek, tisztelt hivatal munkatársai, kedves sajtómunkatársai, mindenkit nagy tisztelettel köszöntök itt május 3-án, bár sokan azt hitték, hogy ma viharos jégvihar ver bennünket korán reggel el, de mégis a napsütést rendeltük a mai piac átadóra. Ha már hóval kezdődött a kivitelezés, engedjék meg, hogy végre a Kiskunfélegyházi béketéri piac átadóján mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsek itt a projektzáró rendezvényen, valamint a piac átadásán. A piacunk felújításának nyitórendezvényén március 4-én egy idézettel kezdtem, melyet ma is megismételnék. Akik azt állítják, hogy a pénz nem boldogít, azok nem tudják, hogy hol kell vásárolni. Hiszen mi mindannyian tudjuk, hogy a piac az a hely, ahol jó minőségű magyar árut van lehetőségünk megvenni maguktól a termelőktől és a legjobb áron. Ezért is van nagy jelentősége egy-egy település életében a piacoknak. Ezen fontosságát mindig is hangsúlyoztuk, és éppen ezért szerettük volna évek óta elérni, ha már korszerűtlenné vált, balesetveszélyes piacunk megújulhatott volna. És ma örömmel láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy a piac megújulásának el is érkezett az ideje, itt van és birtokba veheti mindenki. A projekt kezdeményezője Kiskunfélegyháza város önkormányzata. A támogató szervezet a Vidékfejlesztési Minisztérium volt. Közreműködő szervezet a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. A projekt költsége nettó 63.304.285 forint, melyből a Vidékfejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatás összege közel 60 millió forint. A piac megújítására Kiskunfélegyháza város önkormányzata pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a tanyafejlesztési program keretében a Kiskunfélegyházi béketéri termelői piac megújítása céljából, és 90% mértékű támogatást nyert a településünk a feladat végrehajtására vonatkozóan. Itt kell megemlíteni, hogy az elmúlt közel másfél évtizedben többször is próbálkoztunk, de ez most 2012. decemberében sikerült, hogy ez a pályázat sikeres lett. A projekt megvalósítása a szükséges forrás, tehát a Vidékfejlesztési Minisztérium és a 10%-os mértékű saját erő rendezésre állását követően a kivitelező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárás keretében került sor. A vállalkozási szerződés aláírásra került a két szerződő fél között, megbízó Kiskunfélegyháza város önkormányzata, a megbízott pedig a Bács Szinkron Kft. Kiskunfélegyháza. Amit említettem, projekt nettó összege 63 millió forint, tehát a támogatás összege körülbelül 57 millió forint. Az önerő, amelyet az önkormányzat biztosított, 6.335.000 forint. A piac felújítási munkálatok 2013. március 4-én kezdődtek el, tehát még nincs két hónapja, itt pedig el kell mondanom, hogy az első hónapot inkább télben vagy hóban töltöttük. A munkaterület átadás átvétele után, ma pedig itt, május 3-án, a béketéri piac ünnepélyes zárására, illetve ennek átadására, projekt zárására kerül sor. A projekt műszaki tartalmáról néhány gondolatot. A tervezési feladatok vonatkozásában volt a geodéziai bemérési tevékenység, építészeti tervek elkészítése és engedélyeztetése, a csapadékvíz elvezetési tervek elkészítése, elektromos tervek elkészítése. Másik szakaszban a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelező cikk kiválasztása a projekt megvalósítására. Harmadik szakaszban az építészeti kivitelezési munkák vonatkozásában térkőburkolat építés 2426 négyzetméteren. Rozsdamentes fedésű elárusító asztalok készítése és a helyszínen történő beépítése 2-10 méter hosszan, összesen 732 folyóméter hosszúságban, szimpla és dupla kivitelben és a teljes körű polikarbonát fedésű tető szerkezettel ellátva. Csapadékvíz elvezető közmű építése több mint 109 folyóméteren. Erős és gyenge áramú alapcsövezés kialakítása világításhoz és egyéb elektromos ellátáshoz 1816 méteren. A meglévő fáknak először is a eltávolítása és utána a pótlása, itt szeretném elmondani, hogy 37 fa elültetésre is került. Építési, előkészítési és befejezési munkálatok folytak még. Ezek után folyamatában a műszaki ellenőri feladatok ellátása, a piaci termékalap felmérése, a tanulmány elkészítése és dokumentálása, a kistermelői értékesítési képzés 30 órából 30 fővel, valamint tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása volt a projekt része. A
projekt megvalósítása és menetérés jelentőségéről fontos elmondani, hogy a város, ugye a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázathoz nagyon fontos említeni, hogy a tanyafejlesztési program keretében ugye a piac megújítása céljából nyerte meg ezt a pályázatot. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy ahogy említettem, március 4-én ugye átadásra került a munkaterület, de bizony a két hónap munkával az első hónap az inkább télben és hólapátolással telt, ezért is szeretném megdicsérni vagy megköszönni a kivitelezőknek, hogy sikerült ezt a munkát befejezni, hiszen egy nagyon aktív munkával, kiváló munkát sikerült elvégezni, ezt rögtön, amikor a szalag átvágása megtörténik, mindenkit szeretettel hívok és várok, hogy nézze is meg a piacot, amely holnapi naptól be is népesül. A projekt műszaki átadása, mint említettem, tehát a mai ünnepélyes projektzáró rendezvény után kerül sor. A projekt megvalósításának irányításával a polgármesteri hivatal beruházási csoportja lett megbízva. Köszönöm a munkatársaimnak is a munkát. A felújítási munkák az engedélyezett műszaki tervek alapján valósult meg a megbízott műszaki ellenőr folyamatos felügyelete mellett. Az érintett út- és közműkezelők, üzemeltetők, engedélyező és szakhatóságok, valamint a közfeladatokat ellátó szervek a munkaterület átadás átvételi eljárásba bevonásra kerültek, a hozzájáruló nyilatkozatokat megadták. A projekt megvalósításáért köszönettel tartozom Kiskunfél Egyháza város képviselőtestületének képviselőinek. Itt külön szeretném megköszönni a körzet képviselőnek, Bala László alpolgármester úrnak, hogy szinte naponta itt volt és figyelemmel kísérte a piac haladását. A VSKS igazgatójának, aki ugye a piac üzemeltetéséhez kapcsolódóan és folyamatosan szemmel tartotta a munkát. Köszönöm a türelmet, a támogató türelmet a piaci árusoknak, az érintett út- és közműtulajdonosoknak és kezelőknek, az engedélyezőknek és szakhatóságoknak, valamint a közfeladatot ellátó szervek képviselőinek. Köszönöm a tervezőknek, a műszaki ellenőrnek, a kivitelező minden munkatársának és a sajtó képviselőnek is, hogy folyamatosan tájékoztatták a lakosságot. És tisztelettel és szeretettel köszönöm Kiskunfélegyháza város összes lakójának, a környező települések lakosságának, a türelmükért, a bátorításukért és a megértésükért. Kívánom mindenkinek, mindannyiunknak, hogy örömmel és elégedettséggel vegye birtokba a megszépült, modern béketéri piacunkat, és köszönöm mindenkinek a felújítási munkálatok ideje alatt tanúsított türelmét, végezetül pedig kiemelten köszönöm a felújítás végző cégnek még egyszer azt a szakszerű, pontos, megbízható munkát, amit a sokszor zord időjárási viszonyok között végeztek. Kedves kiskunfélegyháziak és térségből érkezettek, ezennel a mai projekt zárással a kiskunfélegyházi béketéri piacot átadom Kiskunfélegyháza városának, a térség lakóinak, és a szalag átvágással mindenkit szeretettel meghívok, hogy először lépjen be ide ma, május 3-án ezen a gyönyörű tavaszi napsütéses napon a felújított béketéri piacra. Köszönöm a figyelmet! Számoljuk a fákat, számoljuk.